futballista életében sajnos vannak nehézségek, vannak sérülések, és szerencsére engem ezek eddig elkerültek, úgyhogy igazából úgy fogom fel, hogy lehetne rosszabb is, lehetne nagyobb sérülés, amivel még többet kellene kihagynom, de most próbálom türelmesen végigcsinálni a rehabilitációmat, és remélem, hogy minél hamarabb újra a válogatott mezbe pályára léphetek. Én azt gondolom, hogy jót tett a csapatnak a váltás, és tényleg, hogy új impulzusokat kapunk a szövetségi kapitánytól, illetve az új stábtól. Tényleg azt gondolom, hogy realitás az, hogy nem most fogunk kijutni egy világbajnokságra egyelőre, de jó úton haladunk, és bízom abban, hogy amit Edina elkezdett, azt most Margrettel még jobban tudjuk továbbvinni, és bízom a csapatban, hogy évek során el tudunk érni egy Európa-bajnoki szereplést, vagy egy világbajnokságot. Minden alkalommal nagyon nagy megtiszteltetés, amikor megkapom a meghívót. Az is különleges volt, hogy a skótok ellen mutatkoztam be még 2017. szeptemberében, és most a skótok ellen játszottam 25-szörös válogatottként pont. Úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, és szeretném minden alkalommal segíteni a válogatottat, de azt gondolom, hogy még nekem is van hova bőven fejlődnöm, és bízom benne, hogy nagyon sok fiatal játékos lesz még, akik szintén elég hamar ilyen meghatározó játékosok tudnak lenni, mint amilyen én vagyok. Azt érzem, hogy rengeteget tanultam az elmúlt másfél évben, mind magamról emberként, mind pedig a fociból, és főleg taktikailag rengeteget fejlődtem, illetve nagyon sokat kellett gyorsulnom fejben, a gondolkodásmódban kint, sokkal-sokkal gyorsabb a játék, fizikálisabb. Úgyhogy talán ezek azok a dolgok, amikben a legtöbbet fejlődtem. Nagyon jól érzem egyébként kint magam, tele vagyok körülöttem svéd válogatott, illetve különböző európai válogatott játékosokkal, akik mind az európai top színvonalat képviselik, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jó helyen vagyok, és minden edzésen tudok fejlődni. Viszont szeretnék minden mérkőzésen 90 percet játszani, és jelenleg ez az elmúlt pár hónapban sajnos nem valósult meg. Úgyhogy azon vagyok, és arra törekszem, hogy a rehabilitációmból a legeslegjobban épüljek fel, és utána oszlopos tagja legyek a klubomnak is. Sokkal kiegyenlítettebb a bajnokság, sokkal nagyobb az érdeklődés a női foci iránt. Egy normál bajnoki mérkőzésen múlt héten 18.000 valahány százan voltak kint, tehát azt gondolom, hogy a női focinak a kultúrája kint Svédországban sokkal-sokkal nagyobb, és természetesen olyan játékosok vannak, akik az olimpiai ezüstérmet szereztek, nekem is vannak olyan csapattársaim, úgyhogy a színvonal az nagyobb, mint itthon. Úgy gondoltam korábban magamról, vagy azt gondoltam magamról, hogy én nekem mindenképp szükségem van 0-24-ben a társaságra, és hogy mindig legyen körülöttem valaki. Nos, mióta kint vagyok és egyedül lakom, azért bár a lányok ott laknak a szomszédban, vagy egy-két perc sétára tőlem, de azért sokkal többet vagyok egyedül nyilván, mint amikor itthon laktam. És nagyon megszerettem egyedül lenni. Úgyhogy talán ez az, amit nem tudtam korábban magamról. A honvágy az, hogy hiányzik a család, hiányoznak a barátok, azért ezt mind egyedül, teljesen egyedül leküzdeni, és végigmenni az úton, és ha van egy rosszabb edzés, egy rosszabbnak, akkor is nincs akihez szólni magyarul, hanem tényleg csak egyedül vagyok, és teljesen magamra vagyok utalva. Ugye egyedül lakom, azért amikor itthon laktam, akkor még anya mosott rám, meg főzött, takarított, úgyhogy most azért ezekkel is meg kell küzdenem, de azt gondolom, hogy sikerült, és most már teljesen sinem vagyok, és minden szuper. Egyébként tartom a kapcsolatot nagyon sok volt csapattársammal, érdeklődöm, hogy mi van, hogy történik itt. Amikor tévés meccsek vannak, akkor mindig nagyon örülök, és én vagyok az egyik legnagyobb szurkoló, aki Svédországból követi a női focit, úgyhogy nagyon szeretem, és szeretem, hogy a lányokkal továbbra is tartom a kapcsolatot. A legnagyobb álmom az, hogy szeretnék a válogatottal sikeres lenni, és kijutni egy világeseményre. Klub szinten pedig már többször nyilatkoztam, hogy nekem a legnagyobb álmom a BL döntőben való szereplés. Ez továbbra is áll, és ez egy nagyon-nagyon nagy cél. Nyilván, ha már ott játszom, akkor jó lenne meg is nyerni.
hogy Zsani mellé legyen még egy női bajnokok ligája győztes magyar játékosunk. Talán nem sértődik meg senki, hogyha azt mondom, hogy Magyarországon számomra csak a Ferencváros létezik. Folyamatosan követem a fiúkat is, illetve ahogy mondtam, a lányok meccsét is, amikor tudom. Jó lenne ebben a stadionban is játszani egyszer, mert tényleg a szívemhez nagyon közel áll. Válogatott a fiúk is rengeteg meccset játszottak itt korábban, úgyhogy hát nagyon-nagyon sokszor voltam itt kint, és szurkoltam a csapatoknak. Tényleg az egy nagy álom lenne, hogy esetleg egy válogatott meccsen itt lépnénk pályára a Fradi stadionjában.